Lobucs által vett el. Óriási zsákolás. Williamson. Pattanó. Williams. Be fog törni, mert nem bánta senki sem. Maximum későn ütött. Teljesítményét nyújtotta, 5 ponttal zárt az ASE ellen. Mind a két szolnoki hármas győzelezte, most pedig kiaszt egy óriási gólpaszt. Vezetett a festékig, ott viszont már 3 szolnoki játékos várta Konyánszkit, a lerohanásból pedig beleáll a hármasba. De megint megvan a támadó lepattanó, és faultal együtt Williamson. Passz volt. Második szándékból megvan William. Gavin megint eldobja. Ez nem jó, de hát ott csak egy vörös medet, Williamson van. És meg. Williamson kap egy lágy labdát. Ketten vannak rajta. De megcsinálja. És most nincsen fönt ugye az olajnál Gavin, aki az első negyedben hozta a triplákat. Szokás, hogy őt legtöbbnyire az első félidőben pihentetik. Ez pedig egy nagyon szép játék, ami megérdemelte, hogy a tripla volt eddig. De igen, Kelové is megérkezett. Jön-e a válasz? Jön bizony.